Kedves közönségünk, a második rész nyitányaként Johann Strauss Cigánybáró című operettjének a nyitányát hallhatták, ami ugyancsak ismerős lehet innen Bajáról is, mert hogy 2018-ban színre került ez a darab a Városi Színházteremben. Érdekes egyébként a története a Cigánybáró létrejöttének. 1882-ben járt Strauss Magyarországon, és akkor a koncertjein magyar dal egyveleget is megszólaltatott, és a rákövetkező évben, amikor itt járt, akkor maga Liszt Ferenc ment odahoz, és azt mondta, hogy jó lenne valami magyar témájú művet írni. Összetalálkozott Strauss Jókai Mórral, aki a Szaffi című írását ajánlotta figyelmébe, és ebből keletkezett a Cigánybáró, ami hát sokfelé ismert a világon. És ha már a Cigánybáróról esett szó, akkor folytassuk a Cigány hercegnő című darabbal. Na, ezzel nem sokat mondtam, ugye, hogy Cigány hercegnő. Jó? Angol nyelvterületen játszanak ilyen címmel egy operettet, akkor menjünk tovább. Eredetileg az lett volna a cím, hogy Éljen a szerelem. Ettől se vagyunk sokkal beljebb. Ha azt mondom, hogy Leningrádban, annak idején Szentpétervárot, Szilvia címen játszották, akkor lehet, hogy egy kicsit közelebb vagyunk, mert hogy ez nem más, mint a Csárdás királynő. Kálmán Imrének az operettje. Kálmán Imre se akármilyen életutat járt be, Siófokon született, aztán ő élt Budapesten, Bécsben, Amerikában, Párizsban, zongorista, csodagyerek volt, és hát az operettnek a világszerte ismert művelője és szerzője lett. A születésnapját, október 24-ét, azt a Magyar Operett napjává nyilvánították egy pár évvel ezelőtt. Hát következzék most akkor Kálmán Imre Csárdás királynő címen ismert darabjából egy duett Simon Boglárka és Turpinski Gippert Béla előadásában. Táncolnék a boldogságtól, szívem lázban ég, senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Ó, ez édes pillanatra régén várok már, nincsen két boldogabb ember Yeah.
Hát bugiék itt az imént még táncra is fakadtak. A következő muzsika is olyan, hogy ezt akár megtehetnénk, csak helyszűkében vagyunk, úgyhogy sajnos erre nem kerülhet sor mégsem. De ami meg fog szólalni, az egy polka lesz. A polka a cseheknek a népi tánca. Ez egy olyan fajta tánc, amelyben a táncosok gyakran szökkelnek, meg piciket ugranak, néha még pár lépést is szaladnak menet közben, de nem csak a csehek népi tánca lett, az úri közönség is szívesen járta ezt a táncot. Ez a magyarázata annak, hogy a 19. században a Strauss család muzsikus tagjai bizony gyakran írtak polkákat. Meg hát trécselni is szeretünk, pletykálkodni is szeretünk, hát így lesz aztán a tricstracs polka. Az, hogy valaki zeneszerző, az nem feltételezi, hogy hírszerző a Pentagonban. És fordítva is igaz ez. Mégis néha ez a két különböző funkció, ez összetalálkozik. Egy Leroy Anderson nevű svéd származású zeneszerző a Pentagonban dolgozott, 9 nyelven beszélt és a hírszerzést szolgálta, ugyanakkor pedig slágereket írt százával. Az 50-es években egyes adatok szerint a legtöbb lemez az ő eladott dalaiból került forgalomba.
csiszoló papírra is írt zenét. Mert hogy a 20. század az olyan, hogy már azt mondjuk, hogy nem csak a megszokott hangszerek hangjaiból lehet zenét összerakni, hanem bármilyen zajból, zörejből. Hát most egy különleges hangszer következik, annyira különleges, hogy a behozatalához is avatott segítséget kell kérnem Karnagy úrtól. Marháskodás után valami komolyabbat is. A 1999-ben jelent meg az a hanglemez, amelyen Andrea Bocelli énekel egy dalt, amely aztán pár évvel később Sarah Brightman-nel közösen is megszólalt egy duettben. Ezt a duettet fogadják most szeretettel Simon Boglárkától és Turpinski Bélától a Föld dala címen. So amore che ho e te, forse stiamo insieme.
voce e ascolto il mare. Sembra d'aver raiuto respiro l'amore che indai. Questo amore che sta lì nascosto in atto alla sua onda, a tutte le sue onde, come una barca che kórusmű ma még nem volt, és nem is lesz. Illetve mégis, mert hogy a következő mű az eredetileg kórusra íródott. Ha kórusra íródott, akkor szövege is kell, hogy legyen. A szöveget pedig nem más írta, mint a bajai születésű Beck Károly, aki egyébként a harmadik Béla gimnázium diákja volt, 19. században járunk persze, és ez a vers nem másról szól, mint a szép kék Dunáról. Ez kerül Strauss kezébe, és ennek nyomán zenésíti meg a verset, és lesz belőle kórusmű, aztán később a kórusmű valahogy egy kicsit elkopott, és maradt a zene, a Kék Duna keringő. Thank you.
Kedves közönségünk, a mai újévi hangverseny záró műsorszáma következik, ami ismét egy polka lesz. Beszéltem a polkáról már korábban, de most még el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sokféle polka létezik, ha ezt esetleg nem tudták volna. Nem kérem számon majd, azért elsorolom, hogy lehet, kérem szépen, gyors polka, fenyegetős polka, magyar polka, rác polka, rezgő polka, séta polka, sima polka, Schuster polka, tapsi polka is. Hát, hogy melyik, ezt én nem tudom. Most egy olyan polka következik Johann Strauss tollából, amelyik nagyon jól megmutatja, hogy a zene mi mindenféle dolog kifejezésére lehet alkalmas, nem csak hangulatokra, hanem akár konkrét történésekre is. Itt a furcsa januári tavaszban még akár akkor sem lepődünk meg, hogyha mennydörgés és villámlás támad. Hát a mennydörgés és villámlás polkával szeretnénk befejezni a műsort, és egyúttal megköszönni önöknek, hogy velünk töltötték ezt a mai estét. Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy az év során lesz még máskor is alkalom arra, hogy a Bajai Szimfonikus Zenekart hallhassák. Legyen mindannyiuk számára boldog! Jó, kellemes, sok minden jelzőt mondhatnék. Az új esztendő mindenféle jót kívánok valamennyiünk nevében. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.
amit megbeszéltünk már napokkal ezelőtt, hogy lesz egy ráadás. Foglaljatok helyet, mert még kell játszani. Ahogy megbeszéltük napokkal ezelőtt. Nem mondom meg, hogy mit játszanak, csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy svéd áruházlánc ezt a muzsikát szokta játszani zárás előtt 10 perccel, és ettől a svédekben kialakult az a reflex, hogy ilyenkor sürgősen el kell indulni a kijárat felé. Ezt nem célzatosan mondom, ezt csak úgy az érdekesség kedvére elmesélem. Ráadásul.